Védő ital, teja. Ma ért véget a parlament utolsó ülésszaka. Lényegében két fontos kérdésről döntött a parlament. Az egyik gránitszilárdságú alaptörvény újabb módosítása, valamint a választási törvény újabb megmódosítása. Mind a kettő a Fidesz politikájába beleilleszkedik, hiszen ez az alaptörvény csak arra használja a Fidesz, hogy mindig újabb és újabb gumicsontokat dobjon be a közlemény, hogy arról beszéljünk, miközben, és hogy ne arról beszéljünk, hogy mennyire rossz itt élni, és hogy mennyi pénzt adtak el tőlünk. Igen, a Szolidaritás Magyarországért mozgalom azért küzd, hogy legyen havi 200.000 forint a minimálbér nettó. Legyen a családi pótlék 37.500 forint, szintén nettó és gyermekek után, valamint a havi korpótlék legyen 37.500 forint nettó. Ezen kívül azért küzdünk, hogy Magyarországon senkinek se lehessen a jövedelme 100.000 forint alatti, tehát sem a nyugdíjasoknak, sem a mozgássérülteknek, sem az egyéb korlátozásokkal élő embereknek ne lehessen 100.000 forintnál kevesebb a jövedelme. A választási törvény módosítása azt jelzi, hogy a Fidesz tisztában van vele, hogy ő bajban van, és ezért megpróbálja úgy módosítani a törvényt, hogy 2022-ben mégis ők tudjanak hatalmon maradni. Még a pandémiát is arra használják, hogy lopjanak, és a gazdasági bizottságban hát egészen elképesztő jelenetek sorjáznak a miniszterek meghallgatásakor. Ők valami egészen másik Magyarországot képviselnek, mint az, ami van. Ők nem ott élnek, ahol mi, ők nem látják az árak emelkedését, ők nem látják, hogy milyen gyalázatosak a bérek, ők nem látják, hogy a nyugdíjasok alig-alig tudnak megélni, és azt sem látják, hogy gyakorlatilag a magyar egészségügy mára összeomlott. Sajnos 2020-as évnek nagyjából ez az összegzése. Én nagyon-nagyon remélem, hogy a jövő év és a rákövetkező évek sokkal-sokkal jobbak lesznek mindenkinek, és innen is először is megköszönöm az egész éves figyelmeteket, jövőre újra találkozunk, és most kívánok mindenkinek nagyon boldog, békés karácsonyt, és lehetőleg sokkal-sokkal-sokkal boldogabb új évet, mint ami az idei volt.